És nekem például most is télen vége lett egy hatalmas tévéműsornak, szombaton vége lett, hétfőn még volt egy munkám, kedden gondoltam, hogy na, hát akkor most én hangolódok a karácsonyra, minden végre jó lesz, szép lesz, megnyugszom. Letusoltam és kiszálltam a zuhanyzóból, és már nem tudtam rendesen kiszállni, ugyanis gerincsérvem lett, mint utólag kiderült. Tehát, hogy én nagyon hajlamos vagyok tartani magam, pont amiatt, hogy a munkát el tudjam végezni, senkit ne hagyjak cserben, mindenkinek megfeleljek, és nyilván ez a megfelelési kényszer, ami nagyon erősen dolgozik bennem, és akkor, amikor a szervezetem kienged, akkor megtörténik a baj, mint például amit ez a gerincsér. Pontosan. Nyilván. Tehát ugye rengeteg olyan konfliktus, tehát mindannyian tudjátok, mindannyian dolgoztatok már gigantikus produkciókban, és pontosan tudjátok, hogy mennyi olyan feszültség van, amit az ember kénytelen elnyomni. Meg váratlanul nem lehet, meg kell oldanod a helyzetet. Nem tudsz folyamatosan mindenen fennakadni, mert akkor ott maradsz. Tehát felszállsz erre a gyors vonatra, és a végén tudsz leszállni. Tehát ha leugrasz róla, akkor kiestél az egészből, és ez nem jó. Ez nagyon vagy jön jó. Az a bizonyos fejrekoppintás, és nem Pontosan. Várja meg, amikor már te fellélegzel egyet. Igen.